Az Európai Bizottság elnöke 4 napos látogatást kezdett a nyugat-balkáni térségben. Ursula von der Leyen Észak-Macedóniában, Koszovóban, Montenegróban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában egyeztet a régió gazdasági lehetőségeiről, illetve az országok közötti és az EU-val való kapcsolatokról. A berlini folyamat nevű terv különböző területeken ösztönzi a hozzáférést a nyugat-balkáni vállalatok számára az európai egységes piachoz, ugyanakkor felszólítja a balkáni országokat regionális közös piacuk erősítésére, továbbá a reformok felgyorsítására, hogy szabványaikat és normáikat az európaiakhoz igazítsák. Az EU egy 6 milliárd eurós csomagot kíván a balkáni beruházásokra és reformokra fordítani, ebből 4 milliárd euró hitel, 2 milliárd euró pedig támogatás, de a beruházás feltétele a szükséges reformok végigvitele. A térségből utoljára Horvátország csatlakozott az EU-hoz 2013-ban. A nyugat-balkán integrációs folyamata akkor megtorpant, de az Ukrajna elleni orosz háború ismét lendületet adott a bővítésnek.